Megvan, kik tervezik az új buszpályaudvart. Két cég nyerte meg ezt a lehetőséget. Az egyik a helybeli Viköti Mérnök Iroda Kft., illetve a fővárosi székhely Unitef 83 ZRT. A közbeszerzés eredményét az ajánlatkérő NIF, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közölte az uniós közbeszerzési közlönyben. A nyertesekkel január 6-án kötött szerződést a NIF. Az elvégezendő feladat része a Noszlopi Gáspár parkban található helyi és helyközi buszpályaudvar elbontásának a tervezése. Az új buszpályaudvart a vasútállomás épületéhez közelebb kell kialakítani. Emellett pedig egy új kiegészítő utasforgalmi épületet is meg kell tervezni. A buszpályaudvari részen a gyalogos kerékpáros felüljáróhoz kapcsolódó, mintegy 200 négyzetméteres utasvárót kell kialakítani. A buszok tárolásához 21 helyközi és 16 helyi járatot kiszolgáló hátramenet nélkül használható fűrészfog jellegű megállóhely kialakítását kell megtervezni. A rövid távú busztároló a meglévő helyszínen lesz. A tervezési díj nettó 488 millió forintba kerül. A buszpályaudvartól délre 200 férőhelyes új P+R parkolót is terveznie kell a nyertes cégeknek.